Sziasztok! Nerdei Zsolt vagyok, a Madárfészek Ökölvívó Akadémiának a szakmai vezetője. Most betekintést nyerhetünk Bedák Zsolti felkészülésébe. Ő jövő héten fog boxolni, ezek már az utolsó simítások. Mind a mellette természetesen az akadémisták is gyűrik az ipart. Belülük is láthatunk egy-egy pillanat felvételt, de most elsősorban Zsolti nem hangsúlyozom. Remélem, hogy meditáltál most az is előtt. Ez is ilyen, amikor belépsz a terembe, akkor kizársz minden külső téret. Úgyhogy ahogy elkezdted a melegítést, más nem létezik számodra, csak az edzés. Jó? Szeptember 19-i Szentesi gálára készülünk, ahol Zsolti címérkőzést boxol, 10 menetben egy kenyai srác ellen fog boxolni. Igazából a kenyai fiút nem nagyon ismerjük. Egy-két felvételt láttam róla, de elég rossz minőségűek voltak, úgyhogy igazából az ő technikai tudásából nem tudtunk felkészülni. Ennek ellenére bízom a Zsoltiban, hiszen most már ides a 2,5, talán már majdnem 3 éve tréningezünk együtt, és próbálom őt valamilyen szinten pofozgatni, a technikáját csiszolni, meg mindenek fölött önuralmat gyakorolni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elég jó úton vagyunk. Hát azért azt lehet tudni, hogy a Zsolti már nem mai gyerek, tehát ő most már lassan, hát, hanem kiforrott versenyző. Úgyhogy szeptember 19-én mindenképpen azt várom, hogy győzelemmel zárja a mérkőzést, és aztán majd már tekinthetünk lassan, remélhetőleg világbajnoki cím felé is. Ilyen az volt, hogy hiába kérem tőle, hogy legyen lány, mi valahogy mindig vissza akarja adni, oda ven egy gyomrot vagy egy májas, egyszerűen képtelenség. Hát hiába nehéz, hogy ő kordában tartani, mert olyan szenvedéllyel csinálja. Las Vegasban lehetett volna egy lehetősége világbajnoki címmérkőzés boxolni, ugye az évszázad boxmérkőzésén. Sajnos ez az utolsó pillanatban elmaradt, a mérkőzést lemondta az ellenfél. Zsolti túlságosan erősnek ítélte meg ahhoz, hogy ezen a mérkőzésen megvívom vele. Állítólag nem volt eléggé felkészült állapotban ehhez. Úgyhogy ez miatt elég hosszú idő kimaradt a Zsoltinak, és vártunk egy következő lehetőséget, aztán vártunk, és tulajdonképpen hónapok teltek el azzal, hogy a Zsolti nem boxolt, úgyhogy most már nagyon ideje van, hogy ismét szorítóba lépjen. Én nem bánom, hogy ez a vegasi mérkőzés nem valósult meg. Tudnék, mindennek megvan az oka, és lehet, hogy nem úgy alakultak volna a dolgok, ahogy mi szerettük volna, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez miatt nem kell, hogy fájjon a fejünk. Igazából a mögöttünk megtett út az nem olyan érdekes, mint az előttünk álló. Zsoltinál elmondható az, hogy nálam már tulajdonképpen ez az utolsó fázis, a felkészülés utolsó fázisa. Jövő hét végén már éles mérkőzésen fog boxolni. Igazából látszik is már rajta, hogy kicsit már elfáradt, belefáradt ebbe az egészbe. Ilyenkor szoktam egy kicsit könnyíteni, vagy egy kicsit mégis átlendüljön az egész. Aztán jövő héttől már visszaveszünk teljes mértékig az edzésmunkából, ahhoz, hogy aztán a szombati mérkőzésre úgy érezze magát, hogy már legfősebben elhaladná a korosztán torkát. Sziasztok, Bedák Zsolt vagyok. Jövő hét szombaton boxolok Szentesen egy címmérkőzést. Az ellenfélt is tudom már, hogy ki egy kenyai srác. Erdély Zsolt az edzőm, már 3 éve, úgymond együtt készülünk. Mikor még ő aktívan is bunyózott, akkor is segítette az én felkészülésemet, hogy mehettem bele edzeni, és együtt edzettünk, és vitt magával úgymond húzott az edzéseken. Együtt szereztük meg az Európa-bajnoki címemet, a WBO-nak a Európa-bajnoka vagyok most jelenleg, és azt megvédtük már kétszer. Lássam a játékot, hogy keresitek a rést, jó? Ne kapjál az orvod a több ütést. Jó? Figyelj oda a védekezésre. Az első a védekezés, aztán lehet ütni, jó? De néha az ütés is védekezésnek számít. Legjobb védekezés a támadás. Megszórom testre, fejre, megosztom a figyelmét, lent kezdem, fönt fejezem be, vagy fönt kezdem, lent fejezem be.
felkészülés végén járunk, már azért kicsit már nehézkesebben megy, mivel kicsit fáradékonyabb vagyok, de majd a jövő héten, amikor visszaveszünk az edzésből, akkor sokkal könnyebb, akkor sokkal felszabadultabb leszek. Most azért felkészülés abban a szakaszában vagyunk, hogy most kőkeményen terheljük a szervezetemet, és terhel engem is, mivel kesztyűzünk. Váltott partnerekkel folyamatosan. Nagyon sok izmot szedett fel magára, és ezáltal egy kis elment a súlya is. De most már így a vége felé, már kizárólag csak arra koncentrálunk, hogy kellőképpen felgyorsuljon, és így kellő motivációval léphessen a szóval. Legyen a gyorsasága, fit legyen. Most már inkább csak ilyen gyorsító jellegű edzések vannak. Azért még a kesztyűzésnek jelentős szerepe van. Még egy komoly kesztyűzése lesz, amikor majd váltott partnerekkel fog 10 menetet kesztyűzni. Ugye minden felkészülésnek vannak hullámvölgyei, és most éppen abban vagyunk, hogy egy kicsit tele a hosszítőnk mindennel. Jövő hét az már sokkal lazább lesz, sokkal könnyedébb lesz, és tényleg úgy fog majd szóval lépni, hogy ő már nagyon akarja azt a mérkőzést. Jó, srácok, következő, 3 percet, fölbontjuk, fél perc, teljes intenzitás, fél perc, igen. Jó? Jós, fél perc. Jó? Kapadok kicsit. A súlyfelesleg azért van még rajtam, 2-3 kiló, amit még le kell adnom jövő hét péntekig, mert péntekre lesz a mérleg, de úgy érzem nem lesz probléma, mivel rutinból csinálom ezt. Tíz másodperc! Figyelj, hogy ez egy zsordi, csak a könnyű gyors, csak a könnyű gyors! Levezet rám, jó? Ez nagyon sokat köszönhetek a madárfészetnek, mivel itt edzhetek Zsoltival és a gyerekekkel, madárfészkes fiúkkal, akik nagyon sokat segítenek az én felkészülésem, és sokszor beállnak és segítenek nekem kesztyűzni, és nagyon, nagyon jó csapat van itt. Én is nagyon jól érzem magam itt a fiúk között, miközben én vagyok itt a rangidős, mert én vagyok a legidősebb köztük, de úgy érzem, nagyon befogadtak engem, mint barátként, mint sportásként, hogy azért nem tesznek különbséget velem. Szurkoljatok, jövő hét szombat, szeptember 19, M4, köszönöm, hajrá Magyarország! Köszönjük, hogy ma velünk voltatok, iratkozzatok fel a csatornára, és remélem, hogy megint hamarosan találkozunk.